Megkezdődött az úszók országos bajnoksága Győrben. A viadalt sokan a májusi Európa-bajnokság felkészüléseként fogják fel. Néhány úszónál azonban sokkal komolyabb téttel, az olimpiai kvóta megszerzésével kecsegtet a hazai bajnokság. Hát van, akinek csak bizonyítani kell, hogy a felkészülés eddig rendben volt, és van, akinek meg A-szintet kell úszni. Szerencsére a váltónk tegnap háromszor A-szintet úszott, szerencsére Kozma Dominik megúszta az A-szintet. Ez azt jelenti, hogy Kozma Dominiknak A-szintje van, tehát ő biztos, hogy tud menni az olimpiára. A váltók még nem egészen biztos, mert május 31-ig kéne megőrizzék ezt az időt, ezt a helyet, és akkor tudnak kimenni az olimpiára. A most megúszott időeredmények tehát lehetőséget adhatnak az olimpiai indulásra is. Azonban a kvóta nem jelent mindig automatikus részvételt az ötkarikás játékokon sem. Ezt még nagyban befolyásolhatják a londoni Európa-bajnokságon elért eredmények is. Az olimpián azt tudni kell, hogy csak kettő versenyző indulhat. Az Európa-bajnokságon kicsit kedvezőbb a helyzet, mert négy versenyző indulhat, de csak kettő úszhat a döntőbe országonként. Tehát az Európa-bajnokságon meglátjuk, hogy ki milyen időt úszik, és a végén a Magyar Úszószövetség az Olimpiai Bizottságnak fog javaslatot tenni, és az Olimpiai Bizottság nevezi a versenyzőket az olimpiára. Az országos bajnokság nyitónapján az úszodában szinte az összes olimpikonnal találkozhatott már a közönség. A viadalon azonban a legkisebb győri úszók is lehetőséget kaptak, hogy a legjobbak előtt úszhassanak.